Mai naptól 10, másfél hónapon belül pedig 40 darab ilyen elektromos busz fog közlekedni Budakeszi, Budaörs és Törökbálint vonzás körzetében. Nyugdíjba küldve a dízelbuszokat, ezzel hatékonyabb, környezettudatosabb és persze csendesebb tömegközlekedés biztosítva azoknak, akik folyamatosan vacilálnak a között, hogy autóval vagy tömegközlekedéssel közlekedjenek. Budakeszi felől Budapestre a városhatárt átlépő forgalomban ma kb. 2000 ember használja a 22-es buszcsaládot, illetve a volánbusz fehér járatait, illetve kb. 1500 ember ül az autókban. Tehát ma is többsége van a tömegközlekedésnek, hogyha fejlesztjük, hogyha ilyen új elektromos buszok állnak forgalomban, hogyha elkészül a buszsáv, valószínűleg még további növekedés érhető el. Tehát ezért is indokolt az, hogy a buszokat kiemeljük a dugóból, és előnyben részesítsük. Ennek érdekében terveztetjük az új buszsávot, amit Menczer Tamás és Fűrés Balázs államtitkárok javaslatára fogadott el a kormány, és amit mi a Budapest Fejlesztési Központban készítünk elő. Ott tartunk jelenleg, hogy a buszsáv terveinek a koncepcióját azt lefektettük, volt erről ugye lakossági fórum is, Budakeszi önkormányzatával is sokat egyeztettünk, most már a műszaki tartalom az lényegében ismert, és augusztusra készülnek el az építési engedélyezési tervek, amik már minden részletet tisztáznak. Ezt követően körülbelül negyed évig tart, mire építési engedélyt kapunk, és utána 2023-ban kezdődhet meg a buszsáv építése. Lényegében a buszok a végállomásoktól, a budakeszi határában lévő áruházaktól egészen az erdőig, tehát Budapestig buszsávon tudnak majd közlekedni. Ott lesz egy szakasz, ami nem is nagyon szokott dugulni, ahol nem lesz buszsáv, de aztán amint beérnek Budapestre már a Lauder iskola előtt, kialakul az a folytonos buszsáv, ami lényegében idáig a belső budapesti szakaszig, a Szilágyi Erzsébet Vasadig vezeti majd a 22-es buszcsaládot. Ezzel körülbelül 20-25 perccel lesz rövidebb az utazás azoknak, akik reggelente Budakesziről, vagy a mögöttes agglomerációs településekről, Telkirből, Zsámbékról, Budajenőről ingáznak. Ezáltal sokkal versenyképesebb is lesz a tömegközlekedés, tehát azt reméljük, hogy még többen fognak buszra váltani. Ezért kellenek új járművek is. A kormány arról döntött, hogy egyrésztről 75 darab CNG sűrített földgázos, az is a dízelnél sokkal környezetbarátabb megoldású autóbusz érkezik, alacsonypadlós, a teljes agglomerációs volánbusz hálózatra kékbusz. Ezek most kezdődik még csak a gyártásuk, ezek jövőre érkeznek, és 40 ilyen elektromos autóbusz, mint ami mögöttem áll. Most ez a járműbeszerzés ez alapvetően arra koncentrál, hogy az eddigi dízel agglomerációs kékbusz rendszert, azt részben elektromos, részben földgáz meghajtású, környezetbarátabb, kisebb kibocsátású buszokra cserélje le. Ezek az elektromos buszok, amiből már 10 jár a 22-es családon, és a további is forgalomba fog állni, a további 30 darab részben a budaörsi, részben a budakeszi hálózaton. Ezek teljesen zéró emissziós elektromos autóbuszok, akkumulátorral, hálózatról tölthetőek, és semmilyen károsanyag kibocsátásuk nincsen a közlekedésük során. A gyártói adatok szerint 150-220 km tudnak lefutni, ugye egy 22-es busz azért kb. Ennyit is közlekedik, tehát azt gondolom, hogy ezekkel az elektromos buszokkal azért többször fog olyan előfordulni, hogy cserélni kell őket napközben a töltés miatt, vagy napközbeni töltést kell csinálni. A volánbusszal vizsgáljuk már, hogy Budakeszin is egy olyan töltőt hozunk létre, hogy amikor a buszvezető a reggelijét vagy az ebédjét tölti, és félreáll, addig a busz is töltődjön. Tehát kell erre odafigyelni, nem tart még ott a technológia, hogy azt tudjam mondani erre válaszul, hogy persze, bőven kibír egy napot, nem tartunk itt, légkondival, fűtéssel, sok utassal nem tartunk itt, de azt gondolom, hogy el kell indulni ezen az úton. Ez az egész zöld buszprogram, amit a kormány országosan csinál, és aminek eredményeképp jönnek ezek a buszok, épp arra szolgálnak, hogy szerezzünk üzemeltetési tapasztalatokat, ugye 100 busz érkezik az országba, ebből 40 ilyen agglomerációs kék busz, és tanuljuk azt meg, hogy pontosan melyik típus a legjobb, és mi kell ahhoz, hogy ezeket jól lehessen működtetni. Az biztos, hogy ahhoz, hogy egy teljes műszakot hajnali 4-től éjfélig kibírjon, ahhoz kell napközbeni töltés, de nyilván nagyon sok olyan műszak van, amikor egy busz csak hajnali 4-től este 6-ig működik, vagy csak reggel 8-tól éjfélig van forgalomba, tehát nyilvánvalóan van ebben valamennyi rugalmasság, és nyilván nem ezek az elektromos buszok járják a leghosszabb fordákat. De a kibocsátás csökkentés van annyira fontos cél, mind a bolygó klímavédelme, mind a lokális levegőszennyezés elleni küzdelem jegyében, hogy ezeket a pici szervezési kényelmetlenségeket fel kell vállalnunk, és meg kell tanulnunk jól üzemeltetni elektromos buszokat a hálózaton. Az elmúlt időszakban több lépést tettünk azért, hogy a közlekedés könnyebbé váljon. Elsőként hadd említsem azt, hogy a Pátyi szakaszon megépül az M1-es autópálya lehajtója, itt az előkészítő földmunkák befejeződtek, és a jövő héten alapkületételre kerül sor, tehát a kivitelezés következő fontos szakaszába lépünk. Ez a Buda környéki régiónak, az én választókörzetemnek nagyjából a felét érinti, tehát Biatorbágyon könnyebbé válik az élet, mert megszűnik majd az átmenő forgalom, és több lehetősége lesz mindenkinek, aki Pátyon, Telkiben, Budajenőn él.
Budakeszin pedig szintén könnyebbé válik majd a közlekedés, hiszen a forgalom több irányba tud majd eloszlani. A másik, amit végzünk és végeztünk, az a budakeszi buszsáv kivitelezése, itt a tervezés zajlik, a kivitelezés meg fog történni, és hogyha elkészül a buszsáv, akkor azok majd, akik egyébként a hátam mögött látható akár elektromos buszokra is felszállnak, azok naponta egy szűk órát is spórolhatnak majd, hiszen jelenleg a busz is a dugóban áll, ha a buszsáv meg lesz, akkor gyorsabb lesz busszal közlekedni. A harmadik, amit említeni szeretnék, az a Pilisi régióra vonatkozik, ott és ott is a vasúti közlekedésre. A Budapest-Esztergom vasútvonalon ma már naponta 9 vonatpárban közlekedik úgynevezett KISZ emeletes motorvonat, ezek 600 férőhelyes, kényelmes, modern közlekedési eszközök. Tavalyi év végén először 3 vonatpár állt szolgálatba, aztán 4-re bővült ez, és most már 9, tehát naponta 9-szer teszik meg a motorvonatok oda-vissza Budapest-Esztergom távot. Kapacitás bővítés is, hiszen 600 ülőhelyes, a korábbi vonatok 200, vagy ha 2-t, akkor 400 ülőhellyel rendelkeztek, és a komfortfokozata is kiemelkedő, megfelelő ezeknek a motorvonatoknak. A mostani bejelentés is ebbe a sorba illeszkedik, most arról van szó, hogy a kormány a zöld busz program keretein belül 100 elektromos busz beszerzéséről döntött. Ezek alacsony padlós, 28 ülő, 50 állóhelyen rendelkező autóbuszok. Fűres államtitkár úrral, Balázs barátommal, aki szintén jelölt társam. Amikor ezt meghallottuk, akkor egyből azon kezdtünk dolgozni, hogy ebből a 100-ból minél több itt Budán és a Buda környéki régióban teljesítsen szolgálatot, és azt tudtuk elérni, hogy a 100-ból 40 ide kerül. Vitéz és Papféri vezérigazgatórak támogattak bennünket. Most a 40-ből 10 első lépésként a budakeszi vonalon, és a maradék 30 is szolgálatba fog állni, elsősorban a budaörsiek tudják majd ezeket használni. Már beszéltem egy olyan buszsofőrrel, aki ilyen elektromos buszokat vezet. Arról számolt be, hogy az utasok többségének fel se tűnt, hogy elektromos buszon utazik. Ön mit érzékel? Egyáltalán maga az utazás se nagyon tűnik föl, mert meglehetősen hangtalan. És az külön érdekes, amit tapasztalhattunk, hogyha a busz megáll, például lámpánál, akkor ugye elektromos buszról van szó, nincs alapjárata, tehát nincs rezgés, hanem akkor csend van és nyugalom. Úgyhogy nagyon kényelmes, komfortos, nagyon bízom benne, hogy a budakeszin élők, akik most ezt a 10 forgalomba állított buszt használhatják, élvezni fogják és elégedettek lesznek, és ugye beszéltünk róla, hogy jön majd még 30 busz, elsősorban Budaörsre, de valószínűleg Budakeszire is. Ezek modern, környezetbarát és kényelmes eszközök.